Tűz keletkezett egy lakóházban Tiszakürtön a Vörös Marti utcában, tájékoztatta televíziónkat a Jászhegy-Kun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Reggel 4:07-kor érkezett segélyhívás a Jászhegy-Kun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz egy tiszakürti családi háznál keletkezett tűzesethez. A 100 négyzetméteres családi ház megközelítőleg 25 négyzetméteres fatárolójában keletkezett a tűz, ahol egy kisebb méretű gázpalack is felrobbant a hő hatására. A tűz átterjedt az épület egész tetőszerkezetére, amely teljes terjedelmében leégett, valamint a födémszerkezet több helységben is sérült. A kiérkező kunszentmártoni és kisújszállási hivatásos tűzoltók a tüzet elolt, melynek során személyi sérülés szerencsére nem történt, azonban a házban lakó két személynek rokonokhoz kellett költözniük a károk helyreállításának idejére. Amint egy 160 négyzetméter alapterületű épület két szobája égett. Szomszédok már kint voltak, a tűzoltóautók itten forgolódtak, és akkor jöttem ki, és akkor mondták, hogy égett a szomszédban a ház. A kunszentmártoni és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók elfojtották a lángokat. Az egységek megbontották a ház tetőszerkezetét és megszüntették az izzásokat.